Szép jó estét kívánok így ünnepek táján is itt a Világ zsidó szemmel című műsorunk. Én változatlanul Brauer Péter vagyok, háttérben Gyarmati István háttérzaját hallhatják. Nem, ő is itt van a képen, és akkor kezdjük is egyből vele, míg ő van a képen, mert lehet, hogy energiája el fog fogyni, azaz a telefonjából az energia. Szia nagykövet úr, jó estét! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó estét, ez egy esti műsor, tehát akkor jó estét. Láttuk, hogy évet értékeltél. Mindent, jó reggelt, estét, napot, mindent. Akkor már jó éjszakát is, de bízom benne, hogy csak utána mennek aludni, amikor vége van a műsornak, és nem a műsor hatására. Láttuk, hogy évet értékeltél vendégeiddel. Most rajtad a sor, hogy elmondd, hogy az elmúlt hétnek mik voltak a legfontosabb eseményei, most csak így dióhéjba utána kibontod, illetve mit válsz ettől a héttől? Hát... Már nem jó, ha háttal kezded. Hát, de igen, de akkor is. Szóval a legfontosabb események azt gondolom, hogy egyrészt az Európai Uniónak a költségvetés és a támogatási csomag elfogadása és az ehhez kapcsolódó vadonatúj eljárás. Most nem a vétóra gondolok, mert az nem volt új, hanem a közösen fölvett kölcsön, ami az unió történetében egy nagy tabut döntött le. Második talán az amerikai elnökválasztás, ugye ahol szintén olyan eredmény született, ami hát megváltoztatja a világot ahhoz képest, mint ami eddig volt, legalábbis Amerikában. Ugye a sorozatos megállapodások Izrael és az arab országok között azt gondolom, hogy egy nagyon fontos esemény sorozat volt, aminek remélem, hogy nem lesz vége a következő évben sem. És hát ugye, amihez nem értek, de meg kell említeni a járvány, a vírus, ugye, ahol ugye még idén sikerült megteremteni azt az oltást, vagy azokat az oltásokat, amik remélhetőleg egy idő múlva végét vetik ennek a járványnak. Én ezt a négy dolgot sorolnám föl most, mint legfontosabb esemény. Nagyon köszönöm, és utána ezt majd kibontod, és a következő vendégünk egyenesen melletted a képernyőn, Seres Attila, a média mogul. Attila, mindenek előtt, percekkel ezelőtt érkezett a telefonomra egy összeállítás, ahol a világ leghíresebb rabbiai híveit arra hívták föl, hogy bárhol legyenek a Földön, de minél előbb oltassák be magukat, és tegyenek félre mindenféle ellenszegülést, és higgyék el, hogy a szebb és boldogabb jövő ettől az oltástól. Mit szólsz ehhez, hogy végül is a világ vezető rabbiai, a legkülönbözőbbek bevetették magukat az oltás mellett? Hát a világban olyan sok rabbi van, úgyhogy az, hogy ők mennyire a legjelentősebbek, az majd hamarosan kiderül. Kétségtelen, hogy a háredi világban van egyfajta tartózkodás a vakcinával szemben. Egyébként szerintem nem teljesen megalapozatlan, mert tényleg nem tudjuk a hosszú távú hatásait, de kétségtelen, hogy rövid távon nagyon szükségesnek látszik a tömeges oltás. Engem egy kicsit megriasztott, amit ma reggel olvastam, hogy nem is tudom, valamelyik főorvos mondta, hogy hát a vakcina az igaz, hogy ha beoltott, az megvédi a megbetegedéstől, de attól nem védi meg, hogy megfertőződjön és továbbadja a fertőzést. Tehát újabb komplikációk várhatók, például olyan családokban, ahol az egyik beoltatja magát, az, aki mondjuk többet jár emberek közé, például ez nálunk is előfordulhat, és akkor a többiek, meg mit tudom én, milyen ember allergiások, stb. Tudjuk, hogy az allergiásokkal kapcsolatban az első tapasztalatok, hogy mondjam, ellentmondásosak. És akkor egy ilyen helyzetben, hogy mi lesz. Tehát én ezt az egész pandémiát egy kicsit aggódva nézem. Az amerikai elnökválasztással kapcsolatban a nagykövet úrhoz képest annyit tennek hozzá, nem csak Amerikába változtatja meg a világot, hanem
hanem valószínűleg az egész világon, és nem lepődnénk meg, hogyha Magyarországon is nagyon megváltoztatná a világot, mivel az új adminisztrációnak a jelenlegi magyarországi adminisztrációval, hát nem vagyok benne biztos, hogy tökéletes lesz a viszonya. Legyünk optimisták. Mindenképpen legyünk optimisták. Jó, akkor tovább megyünk a bemutatkozással, és akkor visszatérünk még hozzá. A fő optimista. Akkor most itt van nekünk a fő pesszimista, de fő optimista. A három főrabbi, a legjobb főrabbi, a legjobb főszerkesztő, a legjobb kántor és családapa. Mondhatod, hogy kiabítlak. Leges. Leges, oké. Okay. Ám legyen. És a legszerényebb is. Leges-legszerényebb. A leges-legszerényebb. Na, mi újság a Sip utcába? Meg mi újság nálatok a Tökölin, meg mi újság nálatok otthon? Az nem, de hadd mondjam el az ünnepi élményeimet. Én pályafutásom legnagyobb részét idős emberek között töltöttem a zsinagógában. Először én voltam a legfiatalabb, és aztán így fejlődtem a legidősebbé. És amikor fiatalabb voltam, mindig csodálkoztam, hogy olyan szavakon, kifejezéseken sértődtek meg öregek, ami egyszerűen nem értettem. Szépkorúak. Szépkorúak, hogy nem értettem, hogy mi ebbe a sértő. Hát most már értem. Az élmény ahhoz fűződik, hogy a BKK járművein mai napig kellemes ünnepeket kívánnak az utasoknak. Azoknak az utasoknak, akiknek az egyik fele gyászolja szerettét, akitől még alkalma sem volt elköszönni, úgy halt meg, a másik fele pedig potenciálisan áldozata a járványnak. Na most a kellemes ünnep, inkább mást lehet még az is, hogy sikeres vakcinázást, jó egészséget, de kellemes ünnepeket kívánni, hát enyhén szóvesztén. Érzékenyítve érzem magam ellen. Nem tudod elképzelni, én mit kaptam zsidó testvéreimtől, mert föltettem egy közösségi oldalra azt, hogy nem zsidó testvéreimnek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Na hát, olyan kirekesztő lettem, hogy te olyat még nem láttál, pedig én senkit nem akartam megváltani. A fő kivégzőm az természetesen egy zsidó volt, akivel hosszas levelezésbe kezdtem, majd a végén föladtam, mondtam, hogy higgye el nekem, hogy nálunk a tejest meg a húsost nem illik összekeverni, és mindenki legyen büszke a saját ünnepére, én is büszke vagyok a saját ünnepeimre, úgyhogy engedje meg nekem, hogy én annak is azt kívánjak, amit én gondolok, és na de hát majd folytatta utána, és telekarácsonyfázta az internetet. De hát mindenki csinál, amit akar, csak szerintem, ha valaki legalább annyira, mint amennyire én büszke magyar és izraeli zsidó vagyok, mert ebben semmi rossz nincsen, de hogy miért akar szentebb lenni és karácsonyoltabb a karácsonynál egy zsidó, azt az én nem értem, mert mindenki ünnepeljen, és legyen ajándékozás, de na, szóval a BKK semmi ahhoz képest, igen. Mindig lesznek ilyen emberek, voltak és lesznek és vannak, akik belekötnek dolgokba, de a 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt ezt írod, hogy nem zsidó testvére, vagy akkor nem testvér, tehát nem lehet így nevezni, hogy nem zsidó testvéreimnek, hanem nem zsidó nézőinknek, vagy embereknek kellemes karácsony kívánok. Az ugye fele barátaimnak. Fele barátaimnak, másik felének nem. Igen. Na, lényeg az, hogy ha most írod, hogy minden nem zsidó és zsidó ismerősömnek, fele barátomnak kellemes karácsonyi ünnepet kell, nagyon nem fogsz mellé. Hát igen, de erre is jöttek különböző válaszok, de nem menjünk bele. Akkor azon kívül, hogy megsértődnek, miért érzed úgy, hogy mostan jobban megsértődnek az emberek, és miért érted meg, ha már most megsértődnek? A járvány miatt. Nekem ez egyértelmű, hogy idegileg olyan állapotban vannak az emberek. Most hadd legyek optimista, idézőjelbe. Ma hallottam reggel, hogy az átoltások, amikor már nyár végére várhatóak, amikor mindenki megkapja, hány halott lesz addig? Nem. Ez körülbelül a felszabadulásnak az izé, amikor az Auschwitzot felszabadították,
És akkor haltak meg. Meg, után. Amikor gyorsan enni adtak igen. nekik, igen. Úgyhogy vigyázzunk ezzel, de én szeretnék, mielőtt a jól lakott napköziséhez kerül. Kedves nézőm, erre azért van szükség, mert itt van most három darab Péter, úgyhogy mindenkit meg kell valahogy különböztetni, ha már a megkülönböztetésnél tartunk. Hát Izrael mégiscsak nem bírják ki, hogy ne legyenek az elsők. Tegnap sikerült már 80 ezer embert beoltatni, és Isten segítségével ma meg holnap már el fogják érni a napi 150 ezret. Szerintem ez itt is menni fog, ahogy megjön a megfelelő mennyiségű vakcina, mert ez egy rekord, nem? Attila, te körülnéztél, hogy hogy történik ez a nagyvilágban. Ez a 150 ezres cél, ez jó, és azt is nyilatkozta telefonon nekem egy professzor, akit kora hajnalban volt szerencsém fölhívni, mondjuk ők egy órával előbb vannak, hogy ezt még fokozni fogják, mert 150 lesz, akit újra, akit oltanak, és 50, aki már a második fordulóra megy. Tehát a 200-at is el fogják érni naponta. Igen, hát mindig vannak olyan számítási módszerek, amiben Izraelt ki lehet hozni elsőnek. Tavasszal például a járványkezelésben volt világ első Izrael, aztán valahogy... Aztán most valahogy éppen a harmadik zárlatban vannak. Igen, igen, igen. Hát ezek szórakoztató rekordok, de hát önmagukban azt gondolom azért olyan sokat nem jelent. Jó, akkor most igen. Még a járványjal kapcsolatban, ha visszalapoznánk itt virtuálisan a 8 hónappal ezelőtti adásra, akkor én fölvetettem azt, hogy lehet az, hogy maszkot kell viselnünk, mert ha beszélünk, énekelünk, nyállal megfertőzzük az illetőt. Hogy nyálból nem lehet kimutatni akkor a vírust? Nem, az teszt, a vér, most újításként egy gyors tesztet lehet, most már nyálból is ki lehet mutatni. Hát minél több helyen és minél egyszerűbb módon lehet kimutatni, annál jobb. És akkor ez az a pillanat, amikor a mi jól lakott napközisünkhöz, Emkende Péter újságíróhoz fordulok, akinek az agya már a heti szakaszon jár, mert egész héten azon jár az agya, hogy lehet ezt minél jobb tálalásban előadni, hogy még izgalmasabb legyen. Ő neki ez megerőltető, nem úgy, mint neked, Péter, mert te mégiscsak egy szakember vagy, ő meg egy újságíró, de ezt úgy összehozzátok. A nézettségetek egyre jobb, úgyhogy a heti szakasz fogyasztása egyre nő. Majd annyira tolerálom őt, úgyhogy... Ő meg enged téged szerepelni. Na, halljuk akkor Emkende Péter, mi történik a jól lakott napköziseknél a héten? Először is készülünk a... Én magam készülök a pilpul felvételre, de csak azért, hogy megnyugtassalak téged, hogy nem felkészületlenül fogok beszélgetni a főrabbi úrral. A múlt hetet illetően... Azt nem mondtam, hogy felkészületlenül, csak ilyen nagyon újságíró átkötésekkel. Hát de hát az már annyiszor fordult a tóra, újból mindig újra kezdjük. A helyzet a következő, hogy azt gondolom, hogy a nézőknek egy kicsit... hogy mondjam ezt, populárisabban kell előadni az aktuális heti szakaszt, sokkal populárisabban annál, mint amikor mondjuk a főrabbi úr tart egy drósét a zsinagógában, annál is egy kicsivel populárisabban, mert hiszen azt feltételezzük, és nem csak feltételezzük, tudjuk is, hogy nem csak zsinagógába járók, nem csak zsidók nézik ezt a műsort. Ami viszont a múlt hetet illeti, hát egyfelől nagyon jó volt ez a három napos sehova sem menés, hogy lehetett egy kicsit pihenni, olvasgatni. Kipihenni a pihenést. Igen, viszont nagyon érdekes volt ez a Brexit megállapodás, amit a nagykövet úr nem mondott, hogy... Akarta, hogy te is érvényesülni tudjál. Mindenki nagyon örült neki. Ám ugye, amikor most fognak kiderülni a részletek, például Kokair, úgy, hogy az egyetemistáknak az Erasmus program, mint olyan, meg fog szűni. Tehát Kampó. Sokan rájönnek arra, hogy nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt ez a kiválás, mert meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Hát úgy volt föltéve a kérdés, hogy végül is ez dobta ki. És még annyit, hogy ez a harmadik izraeli zárlat, ez...
valami egészen, nem tudom, hihetetlen, rettenetes, nem tudok jelzőket, jó jelzőket találni. Értem is, abszolút értem is, meg nem is. És azért szeretném, hogyha egy pár mondatot beszélnénk arról, hogy igen, nem tudott a miniszterelnök úr, az izraeli miniszterelnök úr egy varázskártyát előhúzni, úgyhogy új választások lesznek. Hát március 23-ára Isten segítségével megalapozzák a 24. Knessetet. Nagyon szórakoztató. Ami lassan utol fogjuk érni az olaszokat, hogyha még pár ilyen gyors fordulót. Igen, a Guinness rekordok könyvébe. A probléma az, amit Attilával szerettem volna majd külön megbeszélni, hogy én nekem nagyon úgy néz ki, ahogy néztem a parlamenti aritmetikát, meg az előrejelzéseket, hogy ez Pepitában ugyanaz lesz, csak most a jobb oldalt valami másnak fogják hívni, a bal oldalt valami másnak fogják hívni, de tulajdonképpen tékó lesz megint. A baloldalról nem igazán lehet most beszélni Izraelben. Hát de most vannak újabb baloldali és szélső baloldali. Főleg nem cionista baloldalról. Akik ebben a baloldalban benne vannak, azok között azért cionisták is vannak. Egyesült arab pártból, még nem tudni, hogy ők felbomlanak, vagy nem bomlanak föl. Úgyhogy elég érdekes az egész dolog, és rengeteg kroki van a legnagyobb zárlat kellős közepén. Az ember a tévéműsorokon halálra röhögi magát, hogy... ezt kell csinálni, én most ezen... A kérdés csak, hogyha a zárlatok vannak, hogy fognak fölkészülni a választásokra, hányan fognak elmenni, és tulajdonképpen eszembe jut, amit húsvétkor megkérdezünk, hogy nu, man istana, tehát mi van más? De bocsáss meg, hol van még más? Ki tud jobbat ígérni, vagy ki tud ebből bármit is betartani? Egy biztos, hogy Netanyahunak amennyiben sikerül megoldani ezt a koronavírus problémát, és addigra átoltják a népet, és egy kicsit a görbe ellaposodik, mint hogy a Föld is állítólag addigra majd lapossá válik, aztán hiszem, ha látom, akkor lehet, hogy nyerő helyzetbe lesz, de majd kiderül. Elnézést, az Haredi rabikról szó esett, hogy ők az oltás mellett kampányolnak. Igen. Nem értem, hogy miért kötjük mi össze a Haredi rabik álláspontját a többi oltás elutasítókkal vagy pártolókkal. Mi köze a valláshoz, a kásruthoz, semmi köze nincsen. Viszont vannak olyan emberek, akiknek a hogyan előre és hogyan tovább a rabbiuk mondja meg. Ez egy olyan erős közösség, ahol a rabbinak szava van. És hogyha a volt országos főrabbi elment és a kamerák előtt beoltatta magát, majd a mostani országos főrabbi is, a miniszterelnök is, a köztársaság elnök is, akkor ez viszi magával, tehát még egy oltásnak is kell PR-t csinálni. És arról nem beszélve, hogyha jól tudom, hogy azt nézték meg, hogy ennek az oltásnak az valamelyik alapanyaga, az volt, aki azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy teljesen megfelel a abszolút megfelel, és de hogyha nem felel meg, akkor is úgy hívják ezt a varázsszó, pikuak nefes, az az életmentés. Tehát ez akár röfögő disznóból is lehet, hogyha ezzel életet lehet menteni. Megkérdezni, hogy ez ez felmerült egyébként, hogy tényleg van olyan oltás, amihez ilyen sertés alapanyagot felhasználnak. Ezért került ez egyetlen szóba, de ezért persze mondom. Ez így van, hogy... Hogy lehet, hogy több országban, eltérően Magyarországon ez nem történt meg, hogy köztársasági elnök, miniszterelnök elsőnek oltakozik. Azért. Mert azért, még nem jutottunk odáig. Azért, mert ugye azt mondják, hogy először a úgymond a frontvonalba harcolóknak kell megkapni. Az egészségügyi alkalmazottaknak. Majd sorra kerülnek a politikusok. Izraelbe is először ők kapták meg, de élen szerettek volna járni nem a celebek, hanem ezek az emberek. És félretettek egyet. Na, azt mondták a miniszterelnök úrnak, hogy na, jöjjön, egyet Isten a pult alól magának is adunk. Igen, akkor nagykövet úrunk, aki a messzi távolba fürkészi a vakcinákat, mondjam, egy orosz vers jutott az eszembe. Mi a baj azzal, hogyha egy vakcina mondjuk Oroszországból vagy Kínából érkezik? Hát a magyar lakosságnak, legalábbis az olyan idősebb korosztálynak, mint én, a Szabin cseppeken kívül szinte minden oltása Oroszországból jött, a volt Szovjetunióból. Akkor nem. Most...
Mit nem? Hát nem, nem, leg, nem, nem, így nem, van. Nem így van. Hát akkor honnét? Mind, itthonról, ezt itthon állították elő. Magyarország valóban egy oltó nagyhatalom. Jó, de nem várjuk meg, amíg az oltó nagyhatalom kitalál magának egy oltást, ugye? Attól függ, mire. Nagykövet úr, gyere vissza a messzi távolból, és akkor fejts ki nekünk azokat a mondatokat, amit úgy dióhéjba sikerült a Brexiten kívül összefoglalnod. Meg az most se lenne baj, ha idén... Mert az előbb kérdeztél valamit, én megmondtam az elején valamit, most melyikre gondolsz? A legelején. A legelejére. A legelejére? Igen. Hát azt hiszem, hogy az arab országok, néhány arab ország és Izrael közötti viszonynak a rendezéséről nem kell túl sokat beszélnem, arról sokat beszéltünk, és ez eléggé magáért beszél, hogy ez egy pozitív folyamat, és én azt gondolom, ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy remélem, hogy ez a folyamat nem áll meg, és jövőre is folytatódik, és még több ilyen ország fog csatlakozni. De ez azért is fontos, mert egy idő múlva ez elér egy kritikus tömeget, ami aztán azt gondolom, hogy magát akárhogy is hívjuk, béke folyamatot is előre viheti. Gondolom, én azt hiszem, hogy Szaúd-Arábia csatlakozása lesz egy fordulópont, ahol a korábban már elmondott problémák azért még fönnállnak, tehát egyrészt a népességnek az intoxikálása hosszú idő keresztül, ugye Szaúd-Arábia hadi állapotban van, még most is Izraellel, és hát az öreg király nem túlságosan lelkesedik ezért a folyamatért. Ugye a másik, amiről beszéltünk, ugye a vírusról nem beszélek, arról sokat beszéltünk. Már mindenki immunológus, úgyhogy... Tessék? Mondom, már mindenki úgyis immunológus, akkor te legalább lemondasz erről a... Igen, én nem vagyok azon, csak egyetlen megjegyzésem lesz, mert volt egy közbevetett kérdésed. Ugye Magyarországon sajnos minden politizálódik, aminek nem kéne az különösen. Ugye itt nem az a lényeg, hogy a vírus angol, francia, orosz vagy kínai, hanem az, hogy megfelelően és transzparens módon a nemzetközileg elfogadott biztonságos protokolloknak megfelelően ellenőrizték-e, és ezt rendelkezésre bocsátják-e azoknak, akik használni akarják. Ugye az a probléma jelenleg az orosz és a kínai oltóanyagokkal, hogy ez nem történt meg. Ettől még lehetnek nagyon jók, én azt gondolom egyébként, hogy mondjuk Kína, amelyik éppen nem olyan régen egy űrszondát küldött a Holdra, és visszatért minden probléma nélkül, azért képes arra, hogy jó van. Itt magával 9 darab műbolygó. De azon nem volt ember. De volt ott a 9 műbolygó, amiket szétszórtak ott a helyére, tettek, és visszatért. Ezek szerint már embert is tudnak, fognak is egyébként szerintem a viszonylag közeljövőben küldeni. Úgyhogy vakcináról szerintem ennyit érdemes hozzátenni ahhoz, ami elhangzott. Hát mi van még, ami fontos volt a világban? Gazdasági szakemberekkel beszéltél az elmúlt esztendőről, és úgy tűnt, hogy nem volt, teljesen nem bontakozott ki, hogy mit várnak a jövőtől, de neked biztos privátba elmondták. Nem mondták el, mert én izgatottan várom, szeretnék még velük egy beszélgetést rendezni, hogy mit gondolnak a jövőről, de hát ugye a jövő meglehetősen bizonytalan, nagyon sok remisszát kell felállítani mindenek előtt, hogy alakul a vírus helyzet, és ennek következtében a gazdaság. Ugye amit látunk, hogy ennek a helyzetnek már, ha minden úgy megy tovább nagyjából, ahogy eddig, akkor a nyertes az Kína lesz, amelyik hát eléggé viszonylag sértetlenül került ki ebből az egész járványügyből. Ugye Kína az egyetlen fejlett ország, amelyiknek a gazdasága ebben az évben nem csökken, hanem nőni fog a 2%-kal is, de nőni fog, mindenki örülne egy 2%-os csökkenésnek is, mert hogy annál sokkal nagyobb csökkenések várhatók. Tehát ezt elég nehéz megjósolni, ugye meglátjuk, hogy abban igaza volt, én is ezt mondtam, hogy az Attilának, hogy az amerikai elnök váltás, az nem csak Amerikára lesz nagy hatással, hanem az egész világra. Úgyhogy sok a bizonytalanság, de
Én azt gondolom, hogy sokszor mondtuk azt, én is mondtam azt az életemben, hogy ennél rosszabb nem lehet, hát mondhatnám azt, hogy a 2020-as évnél rosszabb nem lehet, de már annyiszor rosszabb lett, mikor azt mondtam, hogy nem lehet rosszabb, hogy most már nem mondom azt. Minden csak negatív azt, után egy csak pozitív azt dolog. Csak hogy azért 2021 nem lesz annyira rossz, vagy talán jobb is lesz, mint 2020 volt. Attila, nálad a szó. Jerikóba, az események színhelyén. Várjál meg, mert hogy Jerikóba megyünk, azért a nagykövet úrhoz kapcsolódnak annyiba, hogy azért azt az apróságot ne felejtsük el, hogy az egész Kínából indult el. Jó, tehát a Kínának a fejlettsége, meg mit tudom én, ráadásul iszonyan kamuzik az adatokkal is, a fertőzöttségi adatokkal is, szóval azért ne... Hát, szóval pedig már közé teszik, lehet, hogy... A kínai technológiával és a kínai gazdasággal kapcsolatban is. Ezért mondják azt, hogy a kínai a szegény ember vakcinája? Ez még viccnek is rossz, mert be vannak oltva, és mondjuk nem az én feladatom Kínát megvédeni, megvédik ők magukat is, de akkor röpüljünk Jerikóba. Jerikóba a... nagy meset. Csak óvatosan, mert Jerikóba azért nem olyan biztonságos repülni. Jerikóba a nagy mecset mellett palesztin fiatalok hatalmas diszkót rendeztek, és a diszkó kellős közepén természetesen az évnek megfelelő, nagyon kellemes közel-keleti zene volt, andalusz dallamok is voltak, volt ott minden, amíg meg nem jelentek Ramalláról és Jeruzsálemből, úgy szintén fiatalok furkos botokkal, és mintha szétverték volna az egész bulit. Lehet, hogy a palesztin kormánya, a palesztin nemzeti hatóság vezetése is megbukik. Most keresik, hogy ki adta ki nekik az engedélyt. Mi itt a probléma, hogy nem tartották be a járványügyi rendeleteket, vagy hogy a Mizgád a mecset tövébe bulit rendeztek? Hát ez egy sokrétű probléma, bár egy kicsit kívül esik az esemény horizontomon, tehát nem vagyok annyira tisztában a napi részletekkel. Azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy nagyon valószínűtlennek tartom, hogy andalusz dallamok is felcsendültek ezen a bulin, mert gondolom ezzel ilyen szefárt jellegű zenére utaz, de hát az arra... Olyan is volt egy, én odafigyeltem, amit egyenesen az egyik öbölmenti országból szereztek, egy izraeli énekes arabul énekelt. Hát igen, de most ezzel ne bolondítsuk még tovább ezt az úgyis csavaros történetet. Tehát ugye amiről itt szó van, az... Tehát mivel még nincs felderítve, ezért tényleg csak így spekulálni tudunk a körülményeknek, meg a múltnak az ismeretébe. Tehát egy nagy tömegű rendezvényről van szó, ami feltehetően a palesztin jogszabályok szerint is sérti a járvány szabályokat, gondolom én. Tehát önmagában az, hogy egy ilyen rendezvényt megpróbálnak feloszlatni, ez önmagában ugye nem olyan meglepő, ez előfordul egészen civilizált országokban is. De hát a zsinagógákban is rendeznek koncerteket. De itt az a kérdés, hogy ki oszlatja föl, tehát kik azok, akik ezt megcsinálják, és milyen módszerekkel. Tehát hát szerintem itt összecsaptak a vallásosok és a önkéntes, nem vallásosok. Ilyen kvázi önkénteseket szervezhettek oda. Igen, ez lett volna a következő, tehát ugye ez az egyik része a dolognak, ami a mai időkben egyáltalán nem meglepő. Hát a másik része az pedig tényleg lehet egy ilyen hagyományőrző kontra modernitás összecsapás is, de hát azon meg megint olyan nagyon nem kell csodálkozni, mert ilyen még a zsidóknál is előfordul, hogy megdobálják azokat, akik nem jó pelenkával. Helyen, akik nem jó helyen, nem megfelelő, nem cniút öltözékben buliznak, szóval én ebből olyan nagyon messze menő következtéseket nem vonnék le így első hallástól. És hogyha az ifjúsági parkba is úgy kellett felöltözni, hogy az megfeleljen, akkor elképzelhető, hogy egy vallásos negyedbe is megfelelő öltözékbe kell menni. Hát ráadásul itt egy mecsetről van szó, úgyhogy nem tudom.
Jó, hát akkor ezt a témát is kiveséztük, és akkor essünk neki a választásoknak. Mit tudtok a 24. Knesset választások előszellőiről? Nem tudok semmit. Én egy tök fej vagyok természetesen. Ha én ott élnék, akkor én... Akkor szabadságharcos akkor, lennél. Hát nem tudom. Lenne egy valaki, akire szavaznék. Ennyi. De annyira nem hozna lázba már. Tehát most már inkább szórakoznak rajta. Hát ő már lemondott, nem? Kicsoda? Már én is lemondtam mindenről. Akire te szavaznál, az már lemondott, nem a Perec? Igen, ő lehet, hogy egy új baloldalt szeretne létrehozni. De honnan hát neki, tudjátok? Neki köszönhetjük a vaskupolát is, amikor ő éppen honvédelmi miniszter volt, azt nem értem, kardoskodott érte. Hogy miért nem feltételezitek rólam, hogy én mondjuk a Bibire szavaznék? Tehát, hogy... Hát, mert még a szemed sem úgy áll. Ez egy régi vicc, amikor Kohn és Grün találkoznak 47-ben, és kérdez, hogy a Kohn és Grün, és hát te kire szavaztál? Vihás, hát kire szavaztam volna? Persze, hogy a Rákosira. Te meg vagy te őrülve, te elveszik úgyis a kávéházadat. Ez nem úgy van. Ha megtudja, hogy én rászavaztam, akkor biztos földobja a talpát. Na, persze azért érdekes dolgok is történnek így a kampány idején, mert azért már kampány a kampány. A török elnök úgy döntött, hogy ő is rendezné Izraellel a kapcsolatait, és pár pozitív mondatot mondott Binyamin Netanyahuról. Akkor ezzel most mit akart elérni, hogy kinyírja Netanyahut, vagy tényleg segíteni akarja? Hát a Közel-Kelet piszkos, de azért azt nem felejtjük. Ezt akartam, pontosan ezt akartam mondani, hogy zseniális a figura. Péter, te ehhez mit szólsz? Te, mint egy itt ragadt szionista. Én egy szóval unom. Már a választásokat, hát de legalább történik valami a... Na most a Törökország nálam nem a Közel-Keleten van, mert Közel-Keleten mondja, hogy egyik nap el akarom pusztítani, másnap baráti jobbomat nyújtom. Hát ez átjött ide, átszivárgott Törökországba. Ne, ez így nem. Hát egy... Attila kiválóan mondta, hogy piszkos vett, ő az, aki kavarja a málnaszört. Tehát ezt valóban... Jó. De nem lebecsülendő hatalom és erő van mögötte, tehát ezt nem kifejezetten viccnek szántam. Arról inkább, nem is beszélve, hogy például mi is most Magyarország is hadipari egyezményt kötöttünk velük, és gyártani fogunk valamit, amit idáig ők gyártottak. Ki? És ki? A törökök. Akik 150 évig itt voltak. Janicsár kardot fogunk gyártani. Igen. Jaj, ne legyél már 150 ilyen. Éves történet. Nagykövet úr, dobd be magad, légy szíves, mert főrabbi úr itt leragadta török-magyar barátságnak a tovább építésével, és... Kíváncsi vagyok, hogy rajtam kívül ki járt mostanában a Gülbaba türbéjébe, Rózsadomba. Én. Ez váratlan volt. Az apukám is járt. Az egy nagyon jó és nagyon szép jó, hely. Nagyon igen. Régen voltam ott, az itt a Magyarországon élő törökök rendeztek ott egy valamilyen partit, és hát meghívtak törökök. Mert te nem maradhatsz ki egy ilyenből sem, mert ezt nagyon jó. Nagyon ügyesen csinálják ott a dolgokat, tényleg. És van egy kutatóintézetük, és magyarul is oktatják a török-magyar igen. Kapcsolatokat, úgyhogy... Baklavát is árulnak. Igen, és Hóvári nagykövet úr most a kinevezett nagykövet, aki foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Ő lett a török? Ilyen itt tartózkodó nagyköveti státuszba. Jó, akkor látom, hogy a törökökért nem lelkesedtek annyira, akkor foglalkozunk egy kicsit a marokkói királlyal, aki a szombat kimenetele után másfél órán keresztül beszélgetett Netanyahuval a marokkói és az izraeli zsidó barátságról, és kedvesen látogatásra hívta a királyt, aki bízunk benne, hogy hamarosan el is látogat az ígéret földjére. De nekem semmi újdonság nincs, hiszen amikor a háborús állapotban volt Izrael valamennyi arab országgal, Marokkó volt a legenyhébb, tehát ő volt a legkevésbé ellenséges Izraellel. Mondjuk ez a távolságnak is betudható talán.
Hát vannak olyan arab országok, akik messze vannak, meg vannak olyan országok, akik annyira messze vannak, de mégsem szeretik a zsidókat. Közös határi élet? Ott van mellett, aztán igaz, hogy nem volt, azt hiszem nem vett részt közvetlenül a háborúba, de iszonyú ellenséges volt, és egyébként az is maradt máig. Hát meg ők, mintha otthont adnának a mindenféle terrorszervezeteknek is. Hát bizony, és mindjárt következő Líbia, Tunézia. Úgyhogy pedig elég messze vannak. Jó, a múltkor beszéltünk a kuszkuszról, de a kuszkusz háború tovább folytatódik, és nagykövet úr, te tudod ki az a kuszkusz? Mi a kuszkusz? Igen, már a múltkor is beszéltünk róla, tudom, és nem szeretem. Arra emlékszem, amikor gyerek voltál és köhögtél, azt mondta apuka, kuszkusz! Azt mondta, hogy kuckuc, kuckuc. Ja, kuckuc. Ja, ez ilyen rabbinikus bölcsmondás volt. Na, tovább. De oroszul kucnak írják, de az helyesen az al-kuc. Köszönöm, igen, kusz, az igen. Al-kuc, az Jeruzsálemre gondoltak, gondolom te is arra gondoltál. Oroszországban teljesen ki vannak borulva a zsidók, és azért haragszanak, mert most nem tudnak ünnepelni. Van egy ilyen orosz ünnep, ami összefogja Oroszországot, aki mindenkinek szent, minden vallásosoknak az új évet ünneplik. Ennek van egy neve is, amit most nem tudok kimondani. És Izraelbe is lelkesen ünneplik az orosz bevándorlók. Snovim Godem. Ez az, kérdezzük a megfelelő napközist, akkor még egyszer helyesen kiejtve. Snovim Godem. Milyennek a tartalma ennek az ünnepnek? A kajálás? Ugyanúgy az új évet köszöntik, ugye ez január legelején van. Esznek, isznak, mulatnak, ennyi. De hogy lehet? Azért nem menjünk el ilyen lazán mellette. Hát akkor van a karácsony is. Tehát igen. Hogyha jól tudom, ez a Julián naptárra függ össze, a Julián naptár használatával, és ő náluk ilyenkor jön a gyedmaroz, a télapó is, tehát a karácsony és az új év az egybe van az oroszoknál. Ja, ott nem volt rendszerváltás? Ott még most is télapónak hívják a Mikulást? Hát a gyedmaroz az gyedmaroz. Azt hittem, hogy egy kommunista találmány volt, hogy a Mikulást átadják. Egyébként ez jó, fagyapács, ez jó kérdés. Fagyapácska, ugye. Mikulásnak hívják, tényleg ez jó kérdés. Nagykövet úr, mit tudsz mondani gyedmarozról? Gyedmaroz ugye az a szocialista Mikulás, amelyiket a Szovjetunió vezetett be, hogy ne legyen vallásos kötődik az ünnepnek, és onnan jött át ez a télapózás Magyarországra is, meg a többi úgynevezett szocialista országra is. Oroszországban a gyedmaroz megmaradt, hiszen ez egy orosz szó, és ők a gyedmaroz várják, ön is nekik valószínűleg ugyanúgy, ahogy nekünk. Igen, és tulajdonképpen ez a Coca-Cola piros télapójának az antitézise, hiszen, hogyha jól tudom, akkor ilyen kék tucokba szokott járni, de talán már ott is van pirosba is. Hogy a gyedmaroz kékbe jön? Hogy? A gyedmaroz piros Mikulás, vagy kék Mikulás? Ukrajna. Kék Mikulás, igen. Hát tulajdonképpen a gyedmaroz az szó szerint fagy apót jelent. Igen. Hiszen a marózos fagyot jelent, tehát nem szó szerint télapó, és gondolom erre utalnak, erre a fagyos dologra, a jégre. Na most nem mondom el, hogy a vezető rabbik mit mondtanak erről Tel Avivba, meg Jeruzsálembe a gyedmaroz várásával, mert ott vannak ilyen nem kóser üzletek, ahol gyedmaroznak való kajákat árulnak, és ennek ők nem örülnek. Nekem a legnagyobb élményem a kint élő új oroszokkal, amikor május 9-én voltam egyszer Izraelbe, a győzelem napján. Igen. Volt egy orosz felvonulás, és orosz eredeti katonai egyenruhában 80-90 éves emberek tele kitüntetésekkel, vörös zászlókkal vonultak végig Jeruzsálem. De a tele az szó szerint értendő, hogy tetőtől Na, de hát ők ezért harcoltak. Értem, de Jeruzsálemnek mondjuk nincs sok köze ehhez, viszont ők ott hagyták a Rodina, ugye a hazát ott hagyták. Máty Rodina. Egy új hazáért. És az új haza megengedi, hogy emlékezzenek a régire, és hát ennél demokratikusabb dolog nem is létezik. Hazát cserél az ember? Nem, hanem belefér a szívébe. A Mutterland és a Vaterland együtt, és az ugyanaz, attól még egy szívük van.
Jó. Miért? Én nekem is a szívembe belefér, hogy egy büszke magyar, meg egy büszke izraeli zsidó legyen. Képzeld el, még mi is beleférünk a szívébe. Mi ezzel a probléma? Nem tudlak elképzelni, hogy március 15-én nemzeti, magyar nemzeti zászlóval a Ben Yehudán vonulnál és kiabálnád, hogy talpra magyar, híja haza. Nem tudom elképzelni róla. Mit sem szoktam kiabálni, de Dafke van egy hatágú piros-fehér-zöld kokárdám. Ugorjunk, ne számos. Ugorjunk, szerintem is ugorjunk. Sikos helyre megyünk. Pontosan nagyon sikos helyre. Hát de annál gyönyörűbb dolog nincs, amikor hallottam egy paptól, akikvel évet értékeltünk. Tehát az OÉF hajnalán hogy jön ide a Dávid csillagos kokárdát? Hát ez jutott eszébe a főrabbi úrnak. Na de hát a legboldogabb dolog például a korcsolyázás, és Tel Avivba sem mentem el megkeresni egyet, ahol korcsolyázni lehet. Ebbe azért nem szólok bele, mert Budapesten is vannak, egy zsidó korcsolyáznak rendszeresen ilyenkor, de mivel nem a mazsihisz taghitkössége még, ezért nem kommentálnám. Na most nem tudtam egy pillanatra. Igen, de jó Attila, volt. Nehogy bedobja, hogy a jégre megy a mazsihisz, meg stb. Pedig ez olyan jó jött volna. Van még 3 perc, 57 másodpercünk. Mindenki mondjon egy nagyot, hogy mit vár a polgári új esztendőtől. Ugyan még jövő héten, hétfőn találkozunk, mielőtt ránk köszönne ez a nagy nap, akkor gyorsan kezdjük, és most kezdjük a Jólakott napközéssel. Polgári új esztendő 2021 kopog az ajtón. Csöndet, nyugalmat várnék. De úgy természetesen, mindezt úgy, hogy azért legyen mit szórakoznom. Tehát, hogy én azért szeretném azt, hogy sokat röhögjek, nevetgéljek a közéletem. Azon tudok. Főrabbi úr! Most polgári új esztendő kolompol az ajtón. Mit szeretnél a polgári új esztendő? Mit remélek, vagy mit várok? Mit válsz, mit remélsz? Remélem, hogy sikerül végre a járványon úrrá lenni, és mit várok, nem sikerül. Ez jó. Ajvé. Hát akkor kérdezzük nagykövet úrtól, aki kellemesen végignézte a nagyvilág plafonján, mi történik, amíg mi beszélgetünk. Most tiéd az utolsó szó joga. Ártatlan vagyok. Ne lőjetek el társadalmat. Teljesen rendhagyó módon boldog új évet kívánok mindenkinek. Főleg jó egészséget, kevesebb stressz, mint 2020-ban. És mindenkinek azt kívánom, amit ő maga kíván saját magának. Attila, polgári új esztendő köszönt ránk mindjárt. Igen, hát én is csak ezt tudom mondani. Egyébként én inkább a főrabbi úrhoz csatlakoznék, mint a nagykövet úrhoz, mert tehát én is így vagyok vele, hogy nem vagyok optimista. Egyébként a 2020-as év az történelmi távlatból visszanézve nem biztos, hogy annyira katasztrofális lesz. Én azt gondolom, inkább egy új kezdet első esztendejének fogják ezt talán megemlíteni a történelemkönyvek, hiszen rengeteg, tehát tényleg egy új korszakba lépünk ezzel a pandémiás időszakkal, egész más értelmet nyer például a környezetvédelem, az utazásoknak a korlátozásával, más értelmet nyernek az emberi jogok, nem beszéltünk itt most a vakcina útlevélről, tehát hogy például egészen másképp fogjuk értelmezni azokat az emberi jogokat, amíg ez, tehát eddig például a legtermészetesebb emberi jog, szabadságjog volt, hogy az ember influenzáson küszköljön meg, köhögjön a buszon, és mostantól ezek a higiéniás viszonyok is meg fognak változni. Ezzel együtt a pandémiával kapcsolatban én azért még sok kanyarra és nem annyira kellemes meglepetésre is számítok, és a külpolitikával kapcsolatban hiszen egyértelműen a Biden kormányzatnak a magyarországi kormányzathoz, illetve a közel-keleti békéhez való viszonya fogja rányomni a bélyegét a mi életünkre. Kedves nézőim! Az év 53. hetében vagyunk, 28-a van, itt hétfőn este
a Világ zsidó szemmel című műsorban látták és hallották Kardos Péter főrabbit, Seres Attilát, Gyarmat Istvánt és Kende Pétert. Bízom benne, hogy olyan szeretettel fogadták ezt a műsort, mint ahogy mi készítettük. Jövő hétfőn is itt leszünk. Ünnep ide, ünnep oda, önöknek szüksége van a Világ zsidó szemmel című műsorra. Ez az is bizonyítja, hogy egyre többen néznek minket. Velem legközelebb holnap reggel találkoznak a Pirkadatban. Bízom benne, hogy addig is sokat tévéznek, még kicsit halkítsák le, hogy hallják, hogy a szomszédok is a megfelelő csatornát nézik, és ha nem, akkor Gyadma Rose küldjenek egy piros cédulát nekik, hogy tessék áttérni a heti tévére, mert itt mondják meg a frankot. De azért ne kopogjanak át. Hát, hogyha halkan szól ott is a tévé, akkor nem alszanak, nem altatónak használják a tévét. Legyen szép estjük, és holnap reggel visszavárjuk önöket. Legalábbis én reggel itt leszek újból, addig is jó tévézést nektek. Köszönöm, hogy velük voltatok egész évben, és hétfőn majd megünnepeljük a polgári újesztendőt, pesgőzzünk egy nagyot. Önök nézik, mi meg pesgőzzünk. Viszontlátásra!